Csak nem 3,2 millió ukrán frissítette a katonai nyilvántartási adatait 2024. július 7-ig. Számolt be hétfőn az RBC hírportál a Védelmi Minisztérium Telegram csatornájára hivatkozva. A jelentés szerint július első hetében további 569.397 ukrán állampolgár frissítette a katonai nyilvántartási adatait a Rezerv Plus alkalmazás segítségével a területi toborzási és szociális támogatási központokban vagy az administratív szolgáltatásokat nyújtó központokban. Ugyanakkor a Védelmi Minisztérium emlékeztetett arra is, hogy az adatokat az érintettek július 16-áig továbbra is frissíthetik a Rezerv alkalmazáson keresztül, illetve személyesen is a legközelebbi toborzó központban, illetve administratív szolgáltatásokat nyújtó központban.